Délelőtt 11 órakor Kolozsváron jelentette be Emil Bok polgármester, a kincses városba költözik a félsziget. A Románia legnagyobb fesztiváljának 11. kiadására a Górbó völgyében kerül sor július 18 és 21-e között. A város a fesztivál rendelkezésére bocsát egy 10 hektáros közművesített területet a Górbó-völgyében, az elmúlt években a fesztivál stratégiájának köszönhetően folyamatosan növekedett, most pedig tetőzött és új alapokra van szüksége, ismertette a költözés okait Bodor László főszervező. A rendezvényen folytatott szociológiai felmérések azt mutatják, a fesztiválozó 18-29 év közötti városi környezetből származik, a résztvevők száma pedig egyre nő. A felmérésekből az is kitűnik, hogy a fesztiválozók 25%-a Kolozsváron tölti az év nagy részét, a tanulók közül pedig a legtöbben Kolozsváron szeretnék folytatni tanulmányaikat, részben tehát az alatuk is alátámasztják a költözést. A programok között továbbra is megtalálhatóak lesznek a nemzenei események, színház, tánc, irodalom és egyebek, mondta el Bodor a Félsziget idéntől hivatalos partnere az ország első elektronikus fesztiváljának, a Delahoyának is, amelyet szintén a Gorbó völgyében szerveznek meg június 14-15-én. A Hármont hegyi mentő egyesület ismét állandó helyszíni hegyimentő szolgálatot biztosít a madarasi hargitán található sípályákon. Megtörtént a megállapodás és aláírták kedden az új állandó hegyi szolgálatra vonatkozó szerződést a hegyi mentők és a madarasi hargita síközpont üzemeltetői. Mint ismeretes, január 14-től két hétig hétköznapokon szünetelt az állandó hegyimentő szolgálat a madarasi hargitán, ám a riasztásos közszolgálat ez alatt az idő alatt is működött a hegyen. Ettől a héttől kezdődően azonban is ismét helyreállt a rend és állandó helyszíni hegyi szolgálatot biztosít a Hármont hegyi mentő egyesület a helyszínen, hétköznap és hétvégén is. Korábban a hegyi mentők pontatlan közleménye miatt, amit utólag módosítottak az egyik közösségi portálon terjedt el, hogy nincs mentő szolgálat a Hargitán, miközben a riasztásos eseteket minden körülmények között ellátta és ellátja a hegyi mentő közszolgálat. Mostantól pedig a folyamatos helyszíni jelenlétet is biztosítja. Gyümölcsészeti előadást szerveznek Székelyudvarhelyen a hétvégén, a Civitas Alapítvány február 2-án szombaton 9 órától a Városi Könyvtárban rendezi meg a találkozót, amelynek meghívott előadója dr. Szani Zsolt, a Magyar Nemzeti Élelmiszerlánc Biztosítási Hivatal munkatársa, aki vidékünkön is végzett kutatásokat, felméréseket. Az előadás témája új és hagyományos, rezisztens alma és körtefajták. Az előadásra főleg a Civitas Alapítvány eddigi gyümölcsészeti képzésein résztvevő gazdákat várják. De szívesen fogadnak minden érdeklődőt.